Sziasztok srácok, én a Sajt 32 vagyok, a mai videóban megépítünk egy titkos bázis. Szórakozzunk a nagy hóban a biciklimmel, és mókázunk végig a kutyákkal. Na nézzük meg, mennyi hó esett az éjszaka. Jó. Szevasztok kutyák, Mizu. Hoover, mit szólsz a hóhoz? Te még alig találkoztál ilyennel. Hol nincsenek ágak, azért elég durván nagy hó esett. Megpróbálom valahogy most lemérni, de még mindig zúg, nem biztos, hogy a kamerán látszódik, de ma nagy dolgunk lesz. Mármi nem úgy nagy dolgunk, hanem a hóval. Hoover, hát ilyen a hó. Hogy örül neki? Hova mész, Cooper? Itt mindenhol hó van. Hát nagyjából ennyi a hó, ilyen 7 centinek mondanám. Mit szólsz hozzá, Bomber? Te örülsz neki? Te örülői. Cooper, júj. Szóval a mai feladatunk az, hogy egy ilyen iglu szerűséget, vagy legalábbis ilyen kezdetleges bázis kell a hóból építeni, de előtte el kell mennem a mamámékhoz biciklivel. Remélhetek nem fogunk elesni virózás közben. Kitoltam a biciklin, szerintetek mentem mostanában a sárba vele? Á, nem, dehogy is. Ahogy mentem. Aja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 j
Nem lesz könnyebb a terep, innen is földes úton megyek. Első küldetés sikerül. Jó, azért ide is be kell ugratni szerintem. Ez nem volt beletervezve, elestem egy kicsit. És a gyépségbe hazértem, lassan nekikezdhetünk az építkezésnek. Ne, citromízű hó! Vagy Bomber, te vagy az elkövetője ennek? Csúnyi vagy, Bomber? Elsőként van ez a területünk teli hóval. Életlen elfogyna, akkor van még ez is itt. Uram, atyám, itt jobban meg lehetett volna határozni, mennyi esett. És hogyha nagyon kifogynánk a hóból, van még ennyi területünk. Te jól néz ki, úgy beleharapnék. Ha lehet, kemény lenne. Kell ez a hólapát, megtisztítom először a járdát. Letúltam a havat az egész járdán, szóval most már hozzá tudunk férni, és szerintem oda fogom építeni a bázist. Egyedül már csak ezt kell befejeznem. Pár másodperc alatt kész lesz. Nagyon fontos eszközt el is feltettem, hát a talicska! Ezzel hordjuk majd a havat. Nagyjából elhelyezkedtem azt, hogy hol fog folyni az építkezés, még hoztam egy plusz eszközt, elméletek ezzel körbe tudom majd vágni azt, hogy hol fogok letelepedni. Ha így be akarok férni, akkor nagyjából nekem egy ekkora helyre van szükségem. Ezt is szerintem meg kell tisztítanom teljesen a hótól. Amihez hát itt van a kesztyűm, szóval túrjuk ki, hogy itt már fű legyen. Lehet, hogy tök nagy fai lesz az egész, de megpróbáljuk. Bomber, gyere segíteni! Na végre, gyere már segíteni, Bob, gyere! Bomber, te nagy segítség vagy, itt segíts nekem, te kutyuli! Segíts! Nagyon gyorsan merül sajnos a kamera, de megcsináltam az aljától, lesz az iglu. Elkezdem megépíteni ezt az oldalát, elméletek alul kell a leges legvastagabbnak lennie, és ahogy fölfelé megyünk, egyre vékonyodik. Na szerintem egy ilyen vastag fal teljesen jó lesz körbe. Eléggé le kell tapogatni, szerintem nem akarom, hogy összeszakadjon alattam. Adunk. Amekkora rendülettel nekiindultam, kezdek egy kicsit elbizonytalanodni, bevallom őszintén. De jó lesz, remélem. Eltelt fél óra, addig folyamatosan építettem most a bázis, nézzétek, hogy állok. Erről is videón is egy kicsikét átjön, hogy magasabb, mint az alapzatam, úgyhogy már ennyit elhasználtam. Azt hittem, hogy ez sokkal, de sokkal könnyebb feladat lesz. De amúgy figyeljétek, milyen jól elfélek benne, idáig ér. Meg azt csinálom, hogy fogom a havat és átfogom oda. Kisebb-nagyobb sikerekkel oda kell építenem. Haladok, látjátok, haladok. Miután ide ér az alapanyag, akkor csak el kell simítani. Ennek nagyon magasnak kell amúgy majd lennie. Bejöttem egy kicsikét pihenni, hiszen konkrétan olyan majdnem 3 órát töltöttem le azon, hogy csinálom a bázist. Úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mit hozott nekem is a Mikulás most jött pár napja. Megkaptam tőle a kedvenc csokimat, meg egy Milkát, amit nagyon szeretek. Meg volt egy olyan nagy Milka, ami kb. 5-ször ekkora, mint ezt tudjátok, csak az hát valaki megette. Nem tudom, hogy ki lehetett, valaki megette. Egy ugyanolyat kaptam, csak fehér csokisba. De ezt is valaki megdízsmálta, ki lehetett az. Valaki nem ismerni, ekkora az egész ebbe. És mogyoróval. Vajas! Egyszerűen imádom! 6 kilót meg tudnék enni! Írjátok meg nekem kommentben, hogy melyik a kedvenc csokitok, én tökre kíváncsi vagyok rá! Egyszer kiejtem azt a szót, hogy kaja, és mindenki jön utána. Ide is tettem most egyet, ez ki fogja megtalálni? Aj, Bomi, nagyon ügyes! Beépítettem a falba a Coopernek, vajon ki fogja először megtalálni? Te jutalom falat, ott a hó. Cooper vajon melyiket eszi? A havat. Megépítettem az egyik oldalát ekkorára, csak az a probléma, hogy elég jól van most már a hó. És így majdnem annyit rakok rá, hogy le is jön belőle. Folyamatosan esik hozzá hó, csak sajnos ilyen plusz 3-4 fok van, és így nagyon gyorsan olvad. De természetesen még rengeteg hava van, csak az a baj, hogyha felpakolom, összetapad teljesen. Szóval próbáljuk meg talicskával innen elhordani a helyére. A nap árnyékában mekkora még a hó, figyeljétek! Bomber, Bomber, mit csinálsz, mit csinálsz, fussál! Ritkán találkozik azért hóval. Megy a meló, megy a meló!
Megpakoltam a talicskát hóval, na ezt kíváncsi leszek, hogy úgy fog-e működni, hogy én gondolom. Terv az, hogy elgurítom a talicskát, kiborítom, közelébb a bázisnak, és egyből mehet az építkezés. Mekkora! Nagyot beépítem hátra, itt még sok hiányzik. Azt a de nehéz! Ide is egy keveset! Így nő! Az a helyzet, hogy sajnos be kell, hogy lássam, hogy ez egy kudarcba fulladt misszió lesz valószínűleg. Sokkal jobban olvad a hó, mint amennyit rá tudok tenni. És ezt figyeljétek, ez se könnyíti a dolgom. Ahogy szedek fel egy havat, ez lecsúszik róla, mert úgy olvad. Szóval, ha egy 4 fokkal hidegebb lenne, akkor ezt simán meg tudtam volna csinálni, maximum a tetővel lettek volna gondok. Most ahogy rakom, ez úgy omlik körülbelül. Vagyis pontosabban olvad, mert omlani nem omlik. Olyan kemény, mint az állat, figyeljétek. Bomber, legalább nézd meg a titkos bázis, gyere be, itt az ajtó, azaz. Bejött a bomber a házba. És hát azért háznak ez túlzás, de tetszik? Nézzétek, hogy állt az ajtóba, őrzi a bázist. Mutassuk meg a Coopernek is. Cooper, csináltam valamit, gyere utánam. Ezt figyeld, Cooper, készítettem. Hát ez igazából neked tökre menő, mert magasabb a fal, mint te. Körbejárj elsőnek, nem mer bemenni. Bomber az maga biztosan bemegy. Gyere, Cooper, gyere be a bázisra. Hozzá képes, milyen nagynak tűnik a fal. Mit akarsz ott, Cooper? Valahogy ki kell jutni. Ez most komoly! Cooper! Igen, napi munkám szó szerint lepisilte. Ezt nem hiszem. A falon keresztül mászik be. Itt már nem mersz, kupak, itt már nem tudsz följönni. Most megeszi a fal oldalát. Ne edd, Cooper, a falat! Így is nehéz volt megépíteni, ő meg inkább megeszi. Cooper, te legalább nem eszed a falat. Cooper a várura! És ezt is megkóstolja. A bejárat is ugyanolyan ízű, ne edd már! Ilyen értelmes kutyán van, eszi egy falat falat. Na de majd most elhelyezek egy jutalomfalatot a fal legmagasabb pontjára. Kíváncsiak, hogy meg tudják-e szerezni. Első jutalomfalatot betűztem oda, ki találja meg először. Ajaj, bomber nyomon van, de Cooper megakadályozza. Mi van, ott van még mindig, srácok, a bomber szagolja nagyon. Meg leszne, meg lett neki. Bomber itt van benne, nem találja meg. Na látjátok, hogy titkos lett a bázis, senki se találja meg a lootot. Na majd most és kiszedi a falból a bomber. Cooper felugrik. Mi? Ó, lebontotta a falat a Cooper! A falat még mindig a helyén, most Cooper van előnyben, vajon meg lesz? Ott van egy centiméter! Ott van az orra előtt és nem veszi észre. Utolsó lehetőséget, Cooper! Hoppá, 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 hoppá! Esett a földre! Cooper rá is rabol, meg lesz! Nagyon ügyesek vagytok, ezt összeraktátok!